Én úgy érzem, hogy mérkőzésen sokkal jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. Igazából ők egy helyzetből rúgtak két gólt. Nagyon sajnálom ezt a végén, ami történt. Talán nem voltunk elég koncentráltak, de megyünk tovább. Szerdán mérkőzés van, hát győzni kell. Második gól után, a gólod után úgy tűnt, hogy már kézben van a meccs. Gondoltátok volna, hogy a Diós Győr esetleg még be tud találni? Igazából beszéltük a gól után, hogy koncentráljunk és figyeljünk oda a végén. Hát sajnos találtak egy gólt igazából, hát ez van, nagyon le vagyunk törve. Hátul mennyire voltatok stabilak? Ugye Emir kiesett most a jobb hátvéd pozíciójából. Az mennyire volt esetleg zavaró, vagy mennyire volt ugyanolyan stabil a hátsó alakzat, mint eddig? Én úgy érzem, hogy a védelem a stabil volt. Szerintem egész mérkőzésen mindenhol jól játszottunk. Uraltuk a mérkőzést, a másik fél időben talán kétszer vagy háromszor jöttek át a félpályánkon. Hát sajnos ez lett a vége, ami lett. Nagyon sűrű a program, ez ilyenkor jó, hogy rögtön szerdán megyünk Békéscsabára, és lehet akár rögtön javítani. Én személy szerint nagyon szeretem ezt, amikor ilyen sűrűn vannak a mérkőzések, hát szerdán próbálunk javítani. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.